Pápai hattyúddal, ám korán sem sikertelenül 6 NB1-es forduló után csapatával a 8. helyen állt, mégis lemondott vezetőedzői posztjáról Mátyus János, akinek ez volt az első élvonalbeli megbízatása, ahova az MB3-as Reasztól érkezett. Hát nem tipikus döntés az övé, amiről már is megkérdezzük a korábbi 34-szeres válogatott védőt, persze a hogyan továbbokkal együtt. Mátyus János a vendégünk, szia, jó reggelt kívánok! Tiszteltek, köszöntöm a nézőket, jó reggelt kívánok! Hogy vagy? Jól. Jól? Bővebben? Nem jól. Nézd, nagyon élveztem a semmittevést egy napig. Az első nap az eltelt, aztán persze az embernek most már azt föl kell magába dolgozni, hogy az élete így alakult. Hoztam egy döntést másfél hét ezelőtt, és most ezzel kell élnem. Az a döntés az nehéz volt? Nehéz volt, és nem egyik napról nem hirtelen született, hanem örlődtél rajta? Valamelyik sajtóorgánum ezt úgy írta, úgy fogalmazta meg, hogy életem legnehezebb döntése. Ez nem állt messze az igazságtól, borzasztó nehéz döntés volt, de nem egyik percre a másikra döntöttem. Mintegy 4-5 napig gondolkoztam, és végül csütörtökön délután mondtam le. Na most mit tudsz azoknak mondani, akik ezt valamifajta ilyen megfutamodásnak akarják értelmezni, akik azt akarják látni ebbe a dologba, hogy nem voltál eléggé ambíciózus? Nekik mit tudsz mondani? Hát nem ismernek. Azt üzenném nekik, lementem egy olyan csapathoz, Pápára, az első bajnoki forduló előtt 5 héttel, ahol 6-7 játékos lézengett az öltözőben. Eljöttem volna akkor nyilván, hiszen akkor nagyon messze voltunk ahhoz, hogy egyáltalán pályára tudjunk lépni az első fordulóban, a Sóstói Stadionban, a Vidi ellen. Aztán elkezdtük a munkát, hogy gyakorlatilag nekem ez nem volt gond, hiszen sőt, örültem ennek, hogy a saját képemet tudom alakítani a keretet. De azt mondom, hogy nem olyan kevesen lesznek, majd jó sokan lesznek, és te hozod az embereket. És én hozom az embereket, így van. 20 játékos ment korábbi csapattól Pápáról, én hoztam 18-at, és gyakorlatilag az első meccsre 5 hét munka után, amit ígértem, egy harcos, ütős, hajtós csapatot alakítottam ki, amely ugyan az első fordulóban még vereséget szenvedett a Vidi ellen, amely persze azóta is 100%-os, de aztán a következő 5 fordulóban szerzett 8 pontot. És micsoda fegyvertény, a Fradit legyőztétek? Akkor nem voltam szomorú, persze. A második fordulóban játszottunk a Ferencvárossal, és rögtön tudtunk nyerni. Hát óriási boldogság volt persze. De ezek szerint akkor miközben te ott állati boldog voltál, hogy egy Fradit sikerül legyőzni ilyen előkészületek után ezzel a csapattal, azért akkor is ott volt már a fejedben, hogy közben a háttérben nincsen minden rendben? Annyit szeretnék erre mondani, és szerintem ki lehet majd olvasni a soraim közül, ami a lényeg, hogy egészen vártam augusztus végéig, az átagozási időszak lezártáig, aztán hoztam meg a döntést magamba. Erőn felül teljesített a csapatod? Nincs ilyen, hogy erőn felül. Mi sok meccsen eltüntettük a különbséget a csapatok között, de erőn felül, mi az, hogy erőn felül? Hát az tény, hogy nálunk papíron sokkal erősebb csapatok ellen találkoztunk, Ferencváros, Győr, Videóton ugye, de én azt gondolom, hogy hozzáállással, akaraterővel, szenvedéllyel, küzdeni tudással sok mindent el lehet tüntetni a labdarúgásban, és erre ez jó példa volt, hogy szerepeltünk Pápán. Te onnan nem haraggal jöttél el? Abszolút nem, és ezt mindenképpen kiemelném, hogy barátsággal váltam el. A Bíró Péter tulajdonosnak életem egyik nagy lehetőségét köszönhetem, mint edző a lehetőséget köszönhetem, hiszen első osztályú edzővé avanzsálhattam nála. Én azt gondolom, hogy nem azt gondolom, életem végéig neki ilyen szempontból hálás leszek. De mi az, ami számodra tanulság volt ebből a történetből? Olyan emberként, akinek ott van az ambíciói között, felteszem változatlanul, hogy első osztályú edző szeretne lenni tartósan. Persze. Akkor mi a tanulság? Tanulsága annyi talán, hogy nagyon fiatal voltam, még hát most is fiatal vagyok, mint edző, mint játékos már talán nem annyira. Az mindenképpen tanulság számomra, minél korábban szeretném, hogy az adott csapatom kerete kialakuljon, és ebből közeljövőben nem fogok engedni. Tehát azt mondod, hogy úgy érdemes ennek a munkának nekivágni, hogy az ember a legelején tisztázzon mindent, mert akkor tud a saját munkáért maximálisan felelősséget vállalni. Ez abszolút így van, igen. Egyébként a producenszes tanfolyamon az első órák egyike volt az, amikor ezt nekem a Mezei György doktor tartotta a tanfolyamot. A legelső órák egyikén ezt úgy kiemelte, hogy ez nagyon-nagyon fontos lett a későbbiekben. És akkor te ezt az útmutatást, meg ezt a tanítást ezek szerint megfontoltad, és magadévá tetted, hosszú távon is. Én tudom azt, hogy Magyarországon minden edző két kézzel ragaszkodik a kispadhoz. Erről beszélek, hogy nem mindennapos a te én nem szeretnék most ilyen pionyér vagy úttörő szerepetben tetszelegni, de tény, hogy nekem az fontos, hogy egy egyenes emberként próbálom élni az életemet. Aztán persze sokszor az ember hibázik, de ezt én most így éreztem, hogy el kell jönnöm. Egyébként mit szóltak hozzá a srácok? Ott van például Szűs Lajos, aki fogalom, pápán így 40 fölött is. Vele erről dumáltál előtte? Amikor azt mondtam, hogy nagyon nehéz döntést hoztam, erre is gondoltam, hogy gyakorlatilag a tulajdonosul a szurkolók nagyon-nagyon fontosak nyilván, de nekem, mint volt futballista, a játékosok kétségbeesett arca volt a legmegdöbbentőbb. Azóta is rengeteg SMS kapok tőlük, szinte minden játékos üzen nekem, és nagyon-nagyon sajnálják azt, hogy eljöttem. Én érzem azt, hogy értem, meg érzem azt, hogy miről beszélnek, mert én is voltam játékos, és volt olyan edző, akihez nagyon ragaszkodtam, volt, akihez nyilván kevésbé. Ilyen szempontból megértem őket, de hát nem tudok más mondani, hogy akkor azt éreztem, hogy el kellett jönnöm. Te játékos barát edző voltál, és az is leszel a jövőben is? Ez a játékos pártiság, meg barátiság, ezt nyilván ez egy fogalmat Magyarországon, én nem ismerek ilyet. Én rendet szeretem, az igazságosságot szeretem, meg persze a győzelmet. Mi az egyébként ilyen szempontból, és most már nem a pápai esetről beszélünk, hanem általában, ami neked az ideális állapothoz képest nagyon hiányzik a magyar futballból? Hát jó a néző meg a gól, de hát most nem erről beszélünk. Észak-Irország ellen győzelem, az hiányzik most jelen pillanatban. Persze értem a kérdést, a szókimondás, igazából a szakmaiságot hiányolom a legjobban, és ehhez egy csomó minden kapcsolódik, senki nem mer megszólalni, mindenki mellé beszél, nem mondják ki a frankót, persze, most időzőjelben mondom, öltözői nyelven. Tehát több nyílt vita meg beszélgetés abszolút kellene a magyar foci környékére. Így gondolom. De figyelj, de miért nincs? Mert mindenkinek jó, ami van, vagy senki nem meri a jelen fennálló helyzetet megbolygatni? Én arra utaltam az előbb, ki is mondtam, hogy minden edző, minden pozícióban lévő magyarországi szakember két kézzel fogja az adott pozícióját, és bizonyos kompromisszokra emiatt belemegy. Tehát ez nem jó dolog szerintem. Én borzasztóan szeretnék edzősködni, már holnap készen állnék arra, hogy egy újabb első osztályú csapatot, vagy akármilyen osztálybeli csapatot vezessek, de ilyen szempontból én nem szeretnék beállni a sorba. Gera Zoltán mondta egyébként ezt, amikor hazajött egy nagy interjúban, hogy ha az angol viszonyokkal összehasonlítja a magyarországiakat, azt, hogy mondjuk milyen autonómiával dolgozhat egy edző, nekem az problémás nálunk. Nekem két szempontból szerencsém van. Van egy szülői háttér, ami nekem életemet meghatározza. Az igazságosságot és az egyenességet tanultam édesapámtól, illetve édesanyámtól. A másik, hogy szerepelhettem külföldön a világ legjobb bajnokságában, a Bundesligában. Játszottam Nagy-Britanniában, ahol láttam azt, hogy egy edző, mondjuk Skóciában menedzsernek hívják, de gyakorlatilag ő persze edzősködik, milyen autonómiával bír és micsoda döntéshozási lehetősége van. Hát Magyarországon ez nem biztos, hogy minden csapatnál így van. Te most, ha a jövődet nézzük, akkor meddig teheted azt meg, egzisztenciálisan, meg egyáltalán az, hogy mondjuk azt mondtad, hogy ha nem tetsző feladat van, akkor nem leszek edző? Én futballoztam sok helyen, és próbáltam normálisan szórni, költeni a pénzt. Nekem most ez nem edzőkérdés. Nagyon szeretnék újfent sok pénzt keresni az edzősködéssel, de úgy mentem pápára, talán ezt elmondhatom, nem hiszem, hogy titok lenne, hogy gyakorlatilag olyan 10 másodpercet egyeztem meg a tulajdonosról az én pénzemről, nem azért mentem pápára, hogy pénzt keresek, azért mentem, hogy megutassam magam. Nekem ez most nem pénzkérdés, de nyilván a későbbiekben majd újfent szeretnék persze sok pénzt keresni. A fizetése rendben volt, ez nem az számított neked itt ebbe a történetben? Nem, abszolút másodlagos volt. Azt mondd meg, hogy innentől kezdve akkor például tanulásra hogy fogsz állni? Tanulok, életem végéig tanulok, elvégeztem a testnevelési egyetem sportmenedzseri szakának alapképzését, viszont az edzősködés miatt a mesterképzés az kimaradt az életemből. 29-én vissza fogok ülni a padba, és ha nem lesz addig munkám, be fogom fejezni ezt a másfél évet, ami maradt. Ez nagyon fontos szerintem, hogy képezzük magunkat. Terveim között rengeteg minden, nem tudom hány percet van még, szeretnék elmenni tanulmányútra is, még külföldre, illetve angol és német nyelvtudásomat is szeretném még jobbá tenni. Szerinted a következő állásod az melyik osztályban lesz? Ez nem annyira számít? Inkább az számít, hogy mennyire alkothatsz, mennyire lehetsz autonóm? Lehet az MB2, MB3 is? Én dolgoztam másodosztályban, dolgoztam harmadosztályban, Én abban bízom, és azt gondolom, hogy első osztályba fogok lehetőséget kapni. Én tudom azt, az én személyem, főleg most már, mint edző, úgy is mondjam, olyan megosztó is lehet, hiszen rengeteg embert ez elriasztat, hogy én kiállok az a saját elveim mellett, de azt is tudom és érzem, hogy lesz olyan tulajdonos, aki nekem szimpatikus lesz. Legyen így, azt kívánom neked. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem.